Hivatalos immár az Oliveira vs. Mekacsevés talán az év legnagyobb UFC címmérkőzése lesz. Beszéljünk erről egy kicsit. A 155 font, vagyis a könnyű súly, hát talán évek óta a legmélyebb súlycsoportja a UFC-nek. Még hogyha generációváltás előtt is állhatunk, ugyanis a régi nagy nevek, a bajnokok egyre inkább úgy tűnik, hogy kiüregednek, és jönnek fel a fiatalok. Jelenleg nincs bajnoka ennek a, ennek a súlycsoportnak, mint emlékezhettek rá, legutolsó meccsén Charles Oliveira nem tudta hozni a súlyt Gécsi ellen, és ugyan nyert Oliveira azon a mérkőzésen, de emiatt nem tarthatta meg az övét. És hát erre a UFC 280-ra, ami október 22-én érkezik a Makachev elleni mérkőzés, amit be jelentettek Olivéra részéről, ennek a súlycsoportnak a királyát hivatott keresni. Egy teljesen más attitűd lehet ebben egyetértek, Charles on egy ilyen mérkőzésre érkezni Charles Olivéra részéről, aki nem címet fog védeni, hanem ismét azért indul harcba, hogy megszerezze azt a címet, amit hát lehet, sokan vitattatok köztük Olivéra is, hogy miért kell a mérlegen elveszíteni azt, bármennyire is írott a szabály, de, de, az emberek szemében, illetve a szívében egy olyan érzés van, hogy Charles Oliveira továbbra is ennek a súlycsoportnak a bajnoka, tekintve az, hogy milyen teljesítményt hozott nem csak Gécsi ellen, hanem az azt megelőző mérkőzéseken is, de mégis valamilyen más indítatás lehet most a Brazilban, hogy, hogy ebbe a majd belép Iszlám Makacsöv ellen. Talán nem mondom azt, hogy hosszú idő óta, de, de, egyértelműen egy olyan párosítást látunk ebben a súlycsoportban, ami, ami legit bajnoki párosítás. Ugye Charles Oliveira 32 évesen, 12 éve UFC-ben meg, megmászta azt a ranglétrát több súlycsoportban is, aminek a végén, a pályafutása végén igazán beérve ö, olyan bajnoki anyaggal érett, és olyan korábbi gyengeségeket, vagy legalábbis fejlesztendő pontokat tudott a háta mögött hagyni, ami által egy igazán, igazán érett bajnokká avanzsált elő ebben a szervezetben. Mellette a másik oldalon, Islam a, a nem lehet, amikor az ő nevét kértjük a szánkon, Habib Nurmagomedov karakterének vagy árnyékából kilépnünk, ugye? Khabib közeli eh, edzőtársa, a pályafutását végig egymást segítették, egymás mellett fejlődtek, és Habib visszavonulása után eh, majdhogy nem nyílt, eh, nem is titokként, vagy tél, tényként kezeli mindenki. Habib többször ki is mondta azt, hogy, hogy, hogy az iszlamére következik. Hamarosan, már hogyha sikerül eh, Makacsev számára ellenfeleket találni ebben a súlycsoportban. Ugye nagyon kevesen voltak hajlandóak kiállni Iszlám Makacsevvel szemben, és valahol ennek is köszönhető az, amit egyben felrónak Iszlámnak a, a szakírok és a rajongók is, hogy a mostani top 10-ből, a könnyűsúlyból nem volt olyan igazán nagy név Iszlám rekordjában, ami, ami, által azt mondhatnánk, hogy, hogy bejárta azt az utat, ami, ami alapján neki most címérkőzésen kellene a címérkőzést kellene kapnia, de mellette senki sem vitatja azt, hogy, hogy a nyújtott teljesítmény alapján, vagy amit legalábbis egy igazán könnyűsúlyú cápa ellen várnánk tőle, arra ne lenne képes. Szóval megpróbáltak iszlámék bejárni ezt a ranglétrát, ugye Rafael dos Anjos ellen kétszer is le volt fixálva a mérkőzés, ami után végül is nem jött létre, és hát Fizieffhez hasonlóan akarták ezt felépíteni, de a lényeg az, hogy történt, ami történt, egymás ellen fog ez a két srác most ö, ketrecbe lépni, és hát az időzítés véleményem szerint ideális. Abból szempontból Charles Oliveira, még hogyha 12 éve is a USC-ben van, és temérdek számú mérkőzése van, de teljesítménye csúcsán ö, tanyázik most. Islam Makachev 30 évesen pedig, még hogyha nem is voltak olyan kalibelű ellenfelei, mint Olivérának, de de uh, vélhetően ő is um, az ő prámiában, a píkében fog most találkozni Olivérával. Ha azt nézzük, hogy az időzítés oké, okay, és a helyszín már egy kicsit kérdéses. Uh, ugye Abu Dhabiban kerül október 22-én megrendezésre ez a mérkőzés, amely Olivéra számára egyértelműen nem otthoni pálya, ugye Brazíliában szeretett volna legközelebb ketrezbe lépni, ami talán össze is jött volna, hogyha ha nincs ez a mélegeléses fiaskója Gécsi ellen. Iszlám számára viszont Abu Dhabi egyértelműen hazai pálya lesz. hogy az elmúlt években tapasztalattátok azt, hogy a, hogy a muszlim vallási háttérre rendelkező bunyósoknak az, ami Abu Dhabi egy, egy hazai pályát jelent. Kevésbé egyszerű a UFC-nek Oroszországba, Dagestánba vagy, vagy Csecsenföldre menni a szervezni. Abu Dhabi az a, Abu Dhabi az a hely, ahová, ahová be tudja sűríteni a muszlim, muszlim hátterű vallású bunyósokat a UFC, és valahol ez a megállapodása is az arabokkal a UFC-nek, hogy, hogy e, ilyen sztárokat hoznak el Abu dhabi amikor érkeznek, és kvázi ezzel e, működnek együtt, vagy ezzel hálálja meg a UFC azt, hogy a Covid idején a Fight Island az, ami igazából segítséget nyújtott a UFC-nek, hogy gálákat tudjon hozni. Tehát iszlám számára egyértelműen ez egy masszív hazai pálya lesz, és hát Olivére nem is volt boldog, és nem is akart ezen a helyszínen mérkőzni iszlám, iszlámmal szemben. Ez még pár héttel ezelőtt is így volt, és egy taktikai húzása volt véleményemnek, véleményem szerint a UFC részéről az, amiben Volkanovski segítette őket, ugyanis Volka azt nyilatkozta többször, hogy szeretne fellépni most már a 155 Fontba, főleg a Max Holloway elleni trilógia után, és hát ő azt mondta, hogy neki mindegy, hogy hol és ki ellen, de ő címét szeretne mérkőzni. És hát itt nagy volt a veszélye annak, hogy a UFC akár tető, hozza, tető alá hozza, a alá hozza Volkanovski vs. Makachev mérkőzés, és valószínűleg ez segített a döntésben Olivérának, meg nagyon remélem egy, egy, vaskos csekk is, hogy belemenjen abba, hogy, hogy ne előzze meg őt senki a sorban egy, egy könnyűsúlyú címérkőzésén, és ő legyen az, az aki Makachev ellen mehet ennek az ára az volt, hogy Abu Dhabiban kell kiállnia e, iszlám ellen. E, ha az esélyeket nézzük, e, hát mondanám azt, hogy némi deja érzésünk lehet, ugyanis a Habib érában a nagyon erős dagesztáni birkónak mi lehet vajon az ellenszer? Ezt a kérdést tettük fel mindig, és sokan azt mondták, hogy a jitsu talán lehet -e erre, egy, egy, elég, jól képzett, egy dörzsült jitsus az lehet az, aki földön esetlegesen el tudja kapni, szubolni tudja. Habibot és ezt Tony Fergusonban láttuk. Ugye nem jött tető alá ez a mérkőzés, ötödjére sem, de, de utólag visszagondolva ez, ez valószínűleg egy hiú ábránd lehetett azok számára, akik Habibot e, szerették volna vesztesen látni a ketrezben. Most ennek a képe jön újra, a, a szemünk elé, és megmondom őszintén, hogyha valaki képes lehet submissionnel, vagy egyáltalán győzelmet alatni a, a Habibére után, a Habib protezsát Iszlám Makacsöv ellen, az, 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 az Charles Olivére lehet. Um, ehhez viszont el kell jutni arra pontra, amikor Submission kísérletet tud kezdeményezni Olivére Makacsöv ellen. Na, ez az, ami egy kicsit uh, behatárolt uh, feltételek mellett látom ennek esélyét ezen a mérkőzésen. Ami biztos, hogy amit az, edd, vagy biztos, az, én, az én meglátásom szerint, ami várható, inkább így fogalmazok. Charles Oliver az előző mérkőzésein, amikor is azt mondanám, hogy a bajnok Olivérát láthattuk az elmúlt, elmúlt, időszakban, az elmúlt években, az egy viszonylag agresszor striker képét mutatta, aki a, a unikumnak tekinthető jitsu háttere mellé felhozott egy nagyon erős muay thai hátteret is, MMI szabályrendszerben alkalmazva nyilván. Amikor is Oliverának nem kellett attól tartani, hogy az ellenfelei az álló bunyójának a, 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 szabadságát kihasználva leviszik őt a földre, és ez megadta neki azt a teret, hogy bátran rúgja a rúgásait, bátran üssön, nem kellett attól tartani, hogy, hogy füldre vitelt kezdeményez valaki vele szemben. Megvolt ez a szabadság, és ezért tudott ö, látványos megoldásokat és nagyon hatékony megoldásokat alkalmazni álló is. De ez az, ami most már nem lesz igaz ezen a mérkőzésen véleményem szerint, mert iszlám megkacsev lesz az, aki bátran, sőt tervezetten a földre szeretne majd menni Oliverával szemben. Ezt ö, az erős és nagyon dinamikus földreviteli kísérleteivel fogja nyilván kezdeményezni. Nagyon erősek a deböllegiei iszlámnak amit viszont egy, egy nem készítelő túlzottan a ketrec közepén. Tehát a, a, a viszonylag erős e, jobb egyenese iszlámnak, ami utána földre megy, ehhez viszont kell neki, e, ha a ketrec közepéről beszélünk, viszonylag nagy távolságról szoktak kilőni ezeket a kezdeményezéseket. Ha Olivére szakít azzal a elgondolással, hogy ő nagy fordulatszámmal rámázik az ellenféleire, és e, szinte um, válogatás nélkül, tehát bátran tudja alkalmazni a szende bunyóját, és arra az elgondolásra uh, alapozza a bunyóját, hogy a backstep, tehát tartja a távolságot, nem olyan fordulat számon pörök, uh, és inkább azokkal a bal hátsó jobbossal próbálja kintről elérni iszlamot, pár rúgást is bele ötvözhet ebbe bunyóba, de szerintem azt is vissza fogja fogni, mert, mert, mert iszlám elkaphatja a lábát és leviheti földre. Tehát a távolságot tartja olivéra, és egy csökkentett fordulatszámú mérkőzésen kívülről akar dolgozni, ezzel megtartja azt a távot, amiből észre tudja venni azokat az iszlám kísérleteket, amivel mondjuk double vagy single legre akarna jönni, és ezzel földre akarja vinni olivéret. Ezzel egyszer, mint a távolság tartása, azt, a, azokat a kezdeményezéseket vagy szögzárásokat is el tudja kerülni Olivéra, hogy a ketrec falához szólítsa őt iszlem, és ott próbálja őt klincsbe hozni, és onnan szlemekkel földre kerülni. Ennyi, ennyi változása lesz az Olivére bonyolnak véleményem szerint, legalábbis, hogyha taktikailag átgondolják ezt a történetet. Ha viszont iszlem mégis képes elérni a ketrec közepén, vagy legalábbis nem a ketrec falán, ezekkel a double vagy single kísérletekkel Olivérát, akkor viszont iszlámnak arra kell felkészülnie, hogy védje a nyakát. Mert nagyon mélyre szokott bejönni iszlám, és amikor a, miközben a deből leggel a földre kerül ellenfelével, adott esetben itt euh, olivérával, akkor ha a nyakát, nyakára nem vigyáz, akkor az olivéra egy giotinba be tudja esetlegesen őt fogni. Láttunk erre példákat iszlám előző mérkőzésein, sőt, ha a Habib iskolát követi iszlám, akkor Habib is kétszer Dustinnak a giotinjában találta a nyakát, amikor földre vitte őt. Viszont egy Dustin, hogyha ezeket nem is tudta behúzni, egy Oliver ebből szempontból sokkal pontosabb és veszélyes ellenfél. Tehát iszlámnak a távolról indított ebből a cengőlegeknél a nyakára nagyon vigyáznia kell. Ha már itt tartunk, és Habibot emeltem ki példaként Dustin Poirier ellen, Utólag Habib azt mondta egy interjúban, ez most igaz vagy sem, hogy tudatos volt a részéről az, hogy a nyakát ott hagyja, és ezzel lefárasztotta, vagy kifárasztotta Dustin-t, aki próbált a guillotinban lefolytani őt, és ezzel nagyon sok kondit kiszívott belőle. Ez döntsétek el hogy ez igaz vagy sem. Véleményem szerint ez, ez egy, ez egy legit veszély iszl iszlámra nézve, hogyha így akarja Olivérát földre vinni. Elsősorban szerintem a ketrec falához kell présélnie, és ott klincs, formájában előkészíteni azt, hogy, hogy levigye olivérát is a földön, ami fontos, ez követő pont. Ha már a földre kerülnek, ott iszlámban megvan az az erő, megvan az a, az a presszió, az a nyomás, hogy, hogy kontrollálni tudja a hátán fekvő olivérát. Habibbal ellentétlen iszlám egy óvatosabb birkózó a, amikor amikor földharca kerül a sor, sokkal tudatosabban, vagy sokkal óvatosabban építi fel ezeket a scramble-öket, ezeket a tranzíciókat, amikből utána viszonylag ma magy, nagy magabiztossággal tud Grand Pandot e, rárakni az ellenfelére, vagy mondjuk a Submission lehetőséget kísérni, e, e, keresni. Kábi ebből szempontból lazán volt, ő, ő a Grand and folyamatosan tolta. Mellette borzasztó erős iszlám földön, Habibhoz hasonlóan. Elnézést, hogy ennyit emlegetem Habibot, de nem lehet szinte szétválasztani őket, amikor, amikor a mérkőzések képét elemzi, elemzi, az ember. Még Drew Deber mondta azt, hogy ugyan nem egy, egy világrengető birkózó kvalitásokkal rendelkezik, de mégiscsak 190 fonton sétál két mérkőzés között, és ott 10%-os tezsírral, tehát viszonylag erős van szó, aki 155 fontba fogy le. Tehát még hogyha le is lehet vinni őt földön, nem viszont, egy, egy, ilyen erős elég nehéz ott lentartani, tartani. És ő mondta azt, hogy Iszlám Makacsev ez mérhető, vagy az ő erejéhez hasonlót még nem érzett. Tehát ha földön, földre kerülnek a srácok ezen a mérkőzésen, akkor azt mondom, hogy, hogy Iszlám Makachev képes lehet ott kontrollálni, és, és a saját javára fordítani ezt a mérkőzést. És hogyha már így összeszeretném foglalni az esélyeket, ez a mérkőzés, még ha úgy is harangoztam be ezt a videót, hogy az év UFC címmérkőzése lehet, itt elsősorban a presztízsértékre gondoltam, és az, hogy két nagyszerű kvalitású bunyós találkozik egymással. Viszont, hogyha az iszlám által képviselt bunyó az, amit teret fog nyerni ezen a mérkőzésen, az valószínűleg egy azt fogja magával hozni, hogy az öt meneten keresztül minden menetben megtaláljanak a lehetőségét, hogy valamilyen módon a földre vigye a mérkőzést, és ott kontrollálja Oliveret, és ebből egy kevésbé látványos mérkőzés fog születni. És hogyha Iszlám győz ezen a mérkőzésen, akkor véleményem szerint ez egy pontozásos győzelem az, ami, ami, ami számára elsősorban elképzelhető. És a bukik is úgy állazzák be ezt a mérkőzést, hogy valószínűleg Iszlám fogja hozni ezt a meccset. Ha viszont Olivier győz, akkor véleményem szerint ezt elsősorban ő idő előtt fogja behúzni, és ő lehet az, aki képes lehet elkapni iszlamot. Akár a földön, vagy földre egy debölleg után, egy giotinnal, ahogy mondtam, vagy akár egy scramble végén egy, egy, egy submissionnel, de inkább egy giotint látok erre lehetőségként, hogy submission-nel fejezze be a brazila mérkőzést, vagy akár a nagy presszió alatt képes lehet iszlamot kizökkenteni, és akár egy TKO-KO vereséget behúzni. Tehát Olivére az, aki inkább idő előtt tudja ezt a meccset hozni, Islam pedig pontozással öt menetet végig kontrollálva e, tud odaérni. Viszont, hogyha ha olivére nyer, és mindezt Abu, Abu Dhabiban teszi, mindezt úgy, hogy Khabib ott lesz Iszlámnak a sarkában, és most tudom, hogy beleér a kezem a bilibe, de az egyedüli szkenárió, amikor el lehet képzelni azt, hogy Habib visszatérjen a nyugdíjból. Mert Olivére már jelezte, hogy ha hogyha legyőzi Islamot, akkor, akkor Habibot fogja kihívni. Már ki, ki annak a lehetőségét, hogy, hogy Abu Dhabiban Habib előtt győzi, győzi, le a legnagyobb Habib protezsátat. Ez lehet az a legközelebbi pont, amikor Habib elgondolkodhat azon, hogy visszatérjen. Nyilván a UFC ezt, ezt tárt karokkal fogadná ennek a lehetőségét, és támogatná is, mert eh, talán eh, a legnagyobb bevételre kecsegtető párosítások egyike lenne egy Olivéra vs. Habib, és, és valahol a hiányérzetünket is pótolni tudná eh, a viszonylag idő előtt visszavonult Habib Nurmagomedov esetében. Tudom, abban nem menjünk bele, hogy a csúcson kell befejezni. Egyetértek veletek, hogy nagyon sok nézőpontja lehet ennek a kérdésnek. De ha visszatérne Habib, ha akkor ez egy tökéletes párosítás is lehetőség lenne. Véleményem szerint a másik oldalon ennek Iszlám Mekacseb lenne a legnagyobb vesztese. Nem csak azért, mert Olivére ellen kikapott, hanem a visszavágás lehetőségét az ő mentora használná ki, és nem ő visszaküzde magát egy, egy, egy visszavágó lehetőségéig, és ott remansot venni. Tehát ennek, ennek, ennek Iszlám lenne a legnagyobb vesztese, hogyha khabib vissza Érne, és ezért tartom kevésbé elképzelhetőnek az, hogy Nurmagomedov erre a döntésre jutna. De az esélyéről beszélve, hogy, hogy, hogy kb. mikor térhetne vissza a jövőben, a UFC-ben, en, en ez a pont lenne az, amikor Olivére legyőzni, legy legyőzni iszlám a um, kíváncsi vagyok arra, hogy ti mit gondoltok magáról a párosításról, azokról a lehetőségekről, hogy ki miben erősebb, vagy milyen lehetősége van a másikat elkapni ezen a mérkőzésen. Kommentbe itt jöhetnek az észrevételeitek. Ha tetszett ez a videó, akkor lájkoljátok, osszátok meg olyan ismerősötökkel, akit ez még érdekelhet, illetve továbbra is, ha még nem iratkoztatok volna fel a csatornára, akkor azt, azt javaslom, hogy tegyétek meg, mert nem maradtok le az ezt követő videókról. A csatorna fejlődését pedig azzal tudjátok leinkább támogatni, hogyha a Patreonon már váltok és erről információt a videó alatti leírásban találtok. Köszönöm a figyelmeteket, szevasztok hely!